Sűrű fekete füst gomolyog a Pécsi Petőfi utcában. Még a lángok is látszanak ezen az amatőr telefonos felvételen. Egy jármű kapott lángra itt a hétvégén. Menet közben füstölni kezdett, majd kigyulladt egy autó szombat délután Pécsett a Petőfi utcában. A füstöt észlelve a sofőr félreállt, így személyisérülés nem történt. A pécsi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor a jármű már teljes terjedelmében lángolt, az egység egy vízsugárral elodotta. Az önkéntes tűzoltókkal kiegészült hivatásosak az autó melletti épületet is átvizsgálták, a tűz arra nem terjedt át. A beavatkozás teljes útlezárás mellett zajlott. Egy másik autósnak nem volt ilyen szerencséje a Baranyai Ócsárd és Görcsöny közötti útszakaszon. Teljes útzárat okozott egy kidőlt fa az Ócsárd és Görcsöny közötti útszakaszon szombat délután. Egy arra járó autós megkezdte a fa eltávolítását, azonban egy másik autós ezt nem észlelte időben a fának, majd az autónak ütközött, a férfit is elütötte. A balesethez a pécsi és siklós hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a helyszín biztosítása mellett áramtalanították a kocsikat, illetve eltávolították a fát az útról. Az elgázolt férfit a mentősök kórházba szállították, állapotáról nincs további információnk. Ezt a képet magyar széken készítették a tűzoltók egy másik esetnél. Vasárnap délután egy terepjára ütközött villanyoszlopnak magyar széken a Kossuth utcában. Az oszlop a járműre dőlt, szerencsére benne utazó négy ember nem sérült meg. A terepjáró egy utánfutóban lovakat szállított, az állatoknak sem esett baja. A balesethez a komlói hivatásos és magyarspéki önkéntes tűzoltókat riasztották, az egység a helyszín biztosítása mellett áramtalanította a terepjárót. A villanyvezeték sérülése miatt átmenetileg 30 fogyasztási helyen volt áramkimaradás. A szolgáltató vasárnap estig kijavította a hibát. Ezen a három eseten kívül még 12 alkalommal vonultak a baranyai tűzoltók a hétvégén.